A Bolyi óvodában folytatódott az őszi tematikus programsorozat. Benne a folyosón a gyermekek rajzai fogadtak bennünket a termények gyűjteményével együtt, míg kín az udvaron búcsúfa ünnepségre került sor a Szivárvány csoport szereplésével. Mindez egy kis műsor által Sűn Balázs meséjével fűszerezve, amelyet szemmel láthatóan nagyon élveztek a gyerekek. A kellemes idő pedig kimondottan kedvezett a kültéri program szempontjából. Az óvoda vezetője az őszi programokról a következőket osztja meg velünk. Az idén szeptember végén kezdtük azért, hogy ne túl sok információ, meg túl sok inger érje a gyerekeket, elosztottuk szépen a programokat a gyerekek napi rendjében és a heti rendekben. Hogyha körbenézünk, akkor szép rajzokat látok és festményeket, és itt vannak a termények is, tehát ami hozzátartozik az őszhöz, az már meg is van rajzolva vagy festve, és hogy lássák és érzékeljék, meg is fogják kézzel a srácok, itt van a kukorica, az alma, és mi egy más szép időszak az ősz. Én úgy gondolom, hogy az egyik legtartalmasabb időszakunk, amikor a gyerekek barkácsolhatnak és tevékenykedhetnek és megtapasztalhatnak mindent, ami a terményekkel kapcsolatos, nem csak itt kint, hanem bent a csoportba is, egyénileg is, kis csoportosan, szóvonénik olyan feladatokat, olyan tevékenységeket terveznek, amik a termények köré csoportosulnak, és az ősz köré, és az őszi ünnepkör köré. Majd a folyamán búcsúfa állításra kerül sor, hát a falun élők tudják, miről van szó. Mi most egy kisvárosban vagyunk, fontos az, hogy a itt élők és a kis gyerek is megtanulja azt, hogy mi az a búcsúfa. Igen, hát a búcsúfa az én úgy gondolom, hogy speciálisan a mi magunkénak mondható, mert mi megpróbáltuk összeegyeztetni a búcsút, mint ünnepet, egy kicsit a nemzetiségi hagyományokkal és a keresztény hagyományokkal, tehát a kisgyerekeknek nem is kell ennél több információ, viszont ez egy olyan záró aktusa ennek az őszi terménygyűjtésnek, kirándulásnak és betakarításnak, amit a gyerekek már várnak. Hidasi Név Folk Andrea, a óvoda pedagógus, természetesen meg annyi őszi projektet megélt már. Miről szól maga a program? Mi a lényege? Mit üzen a gyerekek számára? Hát most már hagyományt teremtettünk ebből, hogy búcsúfa állítás minden évben van, és a Bolyi búcsúhoz kötjük. Ugye a Bolyi búcsú a Vendel, Szent Vendel napjához kötődik. Ma 20-án ünnepeljük ezt a napot. Igazából ez nem egy bolyi hagyomány, a búcsúfa állítás, de én szeretném, hogyha a gyerekek megismerkednének a nemzetiségnek a különböző hagyományaival, akár a környékbeli településeknek a hagyományaival. Én úgy tudom, hogy ez Nagynyárádon szokás, kicsit a gyerekek szintjére leegyszerűsítve. Arról szól ez tulajdonképpen, hogy amikor már megtörténtek a betakarítások, akkor jön egy pihenés, egy mulatós időszak az emberek életébe, és ezt szeretnénk egy kicsit a gyerekekkel felelevedíteni, úgyhogy elkészítettük a búcsúfát közösen a gyerekekkel, aztán körbe táncoljuk a búcsúfát, mi egy kis műsorral is készültünk a Szivárvány csoportosokkal. A gyerekek hogy élik meg általában az ünnepeket, és például ezt a mostani ünnepet, ilyenkor fel vannak egy kicsit ajszva? Hát ők nagyon készülnek, és nagyon büszkék arra, amit tudnak, és nagyon ügyesek voltak, nagyon hamar megtanultak mindent. Sok volt a betegünk, de ennek ellenére tényleg azt mondhatom, hogy büszke vagyok rájuk, mert pikpak megtanultak mindent, ami szükséges volt. Maga az őszi időszak mennyire tartalmas? Itt hamarosan itt van őszanyú, a maga kis programjaival, de már a gyerekek eddig is gyakorlatilag benne voltak egy projektbe. A ti csoportotok is? Igen, mi is kezdtük a piaclátogatással, aztán voltunk kirándulni, amit egy kicsit a nemzetiségi naphoz is kötöttünk. Kincseket gyűjtöttünk, gesztenyéket, műsorra készültünk, ugye, és örülünk annak, hogy végre egy kicsit tudunk megint nyitni, hogy meg tudjuk hívni a szülőket is, mert szeretnénk majd egy barkács délelőtöt szervezni, meg sütést a mamákkal, ahogy a régi hagyományokban is ez működött. És a gyerekek ennek nagyon örülnek, mert együtt lehetnek egy kicsit a családdal itt bent az óvodában. Minden évszaknak megvan a szépsége és a lehetőségei, az ősz is ilyen természetesen.
Igen, a kincsek gyűjtése az már egy nagyon jó program, és a kincsekből készíteni valamit, mindenféle ötletet hoznak a gyerekek, és jó, hogy kreatívan gondolkodnak ők is. Aztán itt ez a rajzkiállítás, és hát nagyon sok minden olyan dolgot elevenítettek föl a gyerekeink, ami nem is gondoltuk, hogy őket ez ennyire megfogja, például egy szüreten csak a préselés maga, hogy ahogy ő dolgozik és dolgozott a szüret alkalmával. Jó dolog, mert sok mindent lehet megemlíteni az ősszel kapcsolatban. Őszi munkák, őszi termések, gyümölcsök, zöldségek, ízek, minden. És már mindenki várja őszanyót természetesen. Hát az a legfontosabb, az őszanyó, meg az utolsó program, a záró program, az mindenki számára a legfontosabb. Természetesen a tematikus program így ősszel megy tovább, hamarosan jön őszanyó, és a kellemes és nagyon vidám programok vele együtt, hiszen több mint egy héten át, itt gyakorlatilag szinte minden napra jut majd valami. Igen, hát most fordulunk rá az igazi őszanyó projektre, eddig az őszi projekt volt szépen csendesen, és most fölpörögnek az események, most már az előadásnak a zenéjét fogják hallani a gyerekek, ahhoz kapcsolódóan a különböző programokat, majd megint megyünk kikiáltani utolsó nap, előtte a gyerekek felkészülnek rá, hogy kell felöltözni, ez is az őszhöz tartozik. És hát minden az őszanyóról szól most egész november 5-éig. Persze lesznek az őszanyó hétnek olyan elemei, ami nyitott, nyilvános, és hát be is vonjátok a település lakóit. Ilyen az utolsó nap gyakorlatilag a kis töklámpás felvonulással és a színi előadással. Hát bízunk benne, hogy a járványhelyzet engedni fogja mindezt. Hát mi is nagyon bízunk benne, nagyon készülünk rá, és nem csak a töklámpásokkal fogunk felvonulni, hanem úgy, ahogy az előbb említettük is, a rajzkiállítással kezdődik az őszanyóra ráfordulás, és a rajzkiállításnak a díjkiosztó ünnepségére várjuk a külsősöket, a nagymamákat, nagypapákat, ismerősöket, és a szavazásra is nagyon várjuk őket, és úgy gondolom, hogy ez egy új színfoltja most az őszanyó projektünknek. Idén milyen mesejátékkal készülnek az óvónők? A három kívánságot fogjuk újból átgondoltan előadni. Egyszer már előadtuk régebben, úgy gondolom, hogy most is nagyon jó lesz. Hol lesz előadva? Parkba, vagy pedig a Vigadóba, időjárás függő? Az idén úgy döntött a nevelőtestület, hogy itt kértük a nagy színpad felállítását a parkolóba, és ha esős idő van, akkor elhalasztjuk egy héttel. Tehát mindenképpen meg lesz tartva. Mindenképpen szeretnénk a szabadban megtartani, igen, és amit még úgy gondolom, hogy jó, hogyha tudnak a minket meglátogatók, hogy hátul a medence mögött lesz a kiárusítás, ott lehet majd lampiont venni, és onnan indul a menet be a parkba, teszünk egy kört, és ide fogunk visszaérkezni a parkírozóba, ahol az előadás és a zsíros kenyér forralt gorteja fogja zárni az eseményt. Az őszi tematikus programsorozat az őszanyújéttel folytatódik ma, és egyben zárul is. Ha járványügyi intézkedések engedik, önök is vegyenek részt ennek meghirdetett nyilvános eseményeim.